Külön műsorunk vendége Bajtai Kornél újságíró kollégánk, akit a szabadkai stúdióból kapcsolunk. Kornél, halljuk egymást? Igen, halljuk egymást. Jó estét! Jó estét! Meglepő volt-e az ön számára az elnökválasztás kimenetele, vagyis Tomislav Nikolić győzelme? Hát erre nem tudok határozott választ adni, igazából ezt itt ma este már máshol elmondtam. Tulajdonképpen valamilyen szinten számítani lehetett rá, de azért mégiscsak egy Tomislav Nikolićról, egy egykori radikálisról van szó, és azért a jó érzésű embernek a gyomrában egy kisebb görcs keletkezik ettől. Újra azt kérdezném, hogy valójában mennyire meglepő ez az eredmény, hiszen az első fordulóban, amikor szavaztak a polgárok, akkor Boris Tadić mindössze 10 000 voksal kapott többet, mint Nikolić, most pedig hát valamennyivel nagyobb ez az eredmény. Mit jelent ez? Hogyan alakultak? Mely pártok, szavazói hogyan szavazhattak? Hát ezt ebben a pillanatban szerintem nem lehet pontosan kielemezni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan otthon maradtak, azok közül is, akiket a pártvezéreik felszólítottak, hogy így vagy úgy szavazzanak, szóval ez az 50% alatti részvételi arány, ez nagyon alacsony. Én inkább azt látom, hogy az emberek elégedetlenek voltak ugyan a jelenlegi hatalmi koalícióval, azonban a Nikolićék, mint párt, nem tudtak megfelelő alternatívát felkínálni. Komolytalanok voltak a választási programjuk, ilyen szedett-vedett dokumentációból állt össze, és úgy gondolom, hogy ez a fajta tiltakozás a kormány 4 éves munkájára inkább az elnökválasztáson csapódott le. Ma este Ivica Dačić kijelentette, hogy nem változtat álláspontján, és mivel megállapodtak a parlamenti többség kialakításában, Tadićjal, ez így fog maradni. Ez vajon hogyan befolyásolhatja a lehetséges koalíciók kialakítását, a kormány felállását? Hát miután ezt tudjuk, hogy Dačić nem változtat az álláspontján, itt nagyobb változás nem lesz, viszont tehát a demokrata-szocialista tengely körül fog kialakulni egy kormánykoalíció, Nikolić pedig ugye az elnöki tisztségbe fog beülni. Hát itt az a helyzet áll elő, mint 2004-ben, amikor a demokraták ellenzékben voltak, Tadić pedig megnyerte az elnökválasztást, ismét ez a bizonyos kohabitáció szükségessége fog előtérbe kerülni, hát meg fogjuk látni, hogy ez hogy fog működni ez a két opció között. Egy gazdasági szakértőtől hallhattunk olyan véleményt is, hogy hamarosan elképzelhető, hogy rendkívüli parlamenti választások lesznek éppen a kohabitáció következtében. Én ezt nem tartom annyira valószínűnek. Ha erre sor is kerül, akkor az nem a kohabitáció miatt lesz, hanem pont az ország nagyon rossz gazdasági helyzete miatt. Itt írtam is róla, meg nagyon sokszor erről szó is volt az elmúlt hetekben, hogy a valós problémákról itt senki nem beszélt, arról, hogy a következő kormányt már júniusban a Nemzetközi Valuta Alappal lefolytatandó tárgyalások várják, akik a nyugdíjkorhatár kitolását, megszorításokat, áfa növelést követelnek, tehát olyan dolgokat, amikbe akár ez a kormány bele is bukhat. Köszönjük, Kornél, hogy hozzászólt a mai külön műsorunkban az eredményekhez. 2 héttel ezelőtt tartották meg a tartományi parlament részarányos rendszer szerinti választásait. Itt pártlisták versengtek a Tiszteltház 60 mandátumáért. A következő eredmények születtek. A Demokrata Párt vezette koalíció 16, a Szerb Haladó Párté pedig 14 mandátumot szerzett. A Szerbiai Szocialista Párt 9, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 8, a Szerb Radikális Párt pedig 5 képviselői helyhez jutott. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerbiai Demokrata Párt egyaránt 4-4 mandátumot szerzett az első fordulóban. A mai második fordulóban 59 választási egységben az első fordulóban legtöbb szavazatot szerzett, 2-2 jelölt mérte össze erejét. A 60. egységben, a Zombori 2-es egységben, ahol a minap megismételték az első fordulót, csak egy héten belül tartják meg a második fordulót. Most pedig egy becsei körkérdést láthatnak arról, hogy hogyan vélekednek a polgárok arról, hogy mi következik a választások után. Most jelentik a vezérlőszobából, hogy most Juhász Zoltánt kapcsoljuk, szabadkai tudósítónkat, aki a szabadkai eredményekről számol be. Halló Zoltán, halljuk egymást? Hát igen, ez a gyors cseresz, még szerepváltás, egy kis zűrzavart okozott a szabadkai stúdióban. Varázsa, így van.
Hallgatlak vissza, parancsolod, jó estét kívánok! Jó estét! Milyen eredményekről tudsz nekünk beszámolni Szabadkát illetően? Hát az az igazság, Kriszta, hogy mi úgy terveztük, hogy ebben az elkövetkező másfél-két percben meghívjuk vendégként a Szabadkai Városi Választási Bizottság tagját, konkrétan Nagykanász Györgyöt, viszont az imént jelezte az úr, Nagykanász úr, hogy elfoglaltsága miatt nem tud szerepelni most, tehát nem tudunk hivatalos eredményeket. Csupán a 18 órai részvétel arányt tudjuk megismételni, ami 37,6% volt, viszont vannak olyan eredmények, amik a VMS egyéni tartományi jelöltjeire vonatkoznak. Valójában ez nem a VMS-ből ered az információ, hanem a Válasz a Jobb Életért koalíció információi. Tehát a szabadkai demokraták adatai szerint 109 szavazóhelyből 85-öt dolgoztak fel eddig a pillanatig, és Slavko Parács tovább jutott a demokraták közül, szemben Csernetics Ilonával. Daniel Kovacsics a VMS egyéni jelöltjével szemben, Hegedűs Józseffel szemben győzött. Gyula Ladócki a VMS egyéni jelöltje veszített Szántó Róberttel szemben, a demokrata párt jelöltjével szemben. Pásztor István viszont nyert Csengeri Attila ellen. Ennyit tudunk egyelőre beszámolni, annyit viszont el tudok még mondani, hogy Szabadkán 130.954 szavazásra jogosult polgár volt, 109 helyen voksolhattak az emberek. 20 óráig információink szerint nem történt szabálytalanság egyetlen egy szavazóhelyen sem. Este 10 óra után szólt a nyilvánossághoz Bojan Pajtics tartományi kormányfő, halljuk, mit nyilatkozott. Drága hölgyeim és uraim, a demokrata párt meggyőző győzelmet aratott, 51 jelöltje között 42 győzelmet aratott a választások második körében, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy pillanatnyilag 58 képviselőnk lesz a 120 tagú képviselőházban. Három választási egységben fogják megismételni a szavazást, és valószínűleg, hogy még a kedvező értelemben számunkra kedvezően módosul majd ez az arány, hiszen kis különbségekről van szó. Az, ami viszont biztos, hogy azok a pártok, amelyek eddig gyakorolták a hatalmat a tartományban, az elkövetkező időszakban is a hatalmi koalíció oszlopát képezik, hiszen meg a mostani adatok szerint több mint kétharmados többséget biztosítottunk. Tehát köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek ezeken a választásokon, és akik szavaztak rá. Meg vagyok róla győződve, hogy Vajdaság az elkövetkezőkben is minket fog támogatni, úgy, ahogy ezt ezeken a választásokon is bizonyították a polgárok. Ezért köszönettel tartozunk nekük. Az idei választásokat megelőzően is felmerült a magyar pártok esetleges összefogásának a kérdése. Mint kiderült, a választási együttműködésből május 6-a előtt nem lett semmi. Ezt leszámítva, hogy két vajdasági magyar párt, a VMDK és a Magyar Polgári Szövetség még néhány kisebbségi párttal karöltve a mindannyian együtt elnevezésű kisebbségi koalícióban indult a köztársasági és a tartományi parlamenti választásokon. A mai második forduló előtt értesülhettünk arról, hogy a VMS és az Ágoston András vezette VMDP támogatja egymás egyéni jelöltjeit. A többségi elv szerinti tartományi választások második fordulójába Temerin községből Gusztony András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, valamint Szávka Stratiev, a Szerb Haladó Párt egyéni jelöltje jutott be. Hogyan fogadta azt a hírt, hogy a VMS támogatja a választások során? Az első pillanatban meglepetéssel, ugyanis ha az első fordulóban nem jött az összefogás, akkor nem várt a második fordulóban, de ugyanakkor még elégedettséggel. Vagy Pásztor is van nekem elmondta, vannak pillanatok, amikor össze kell fogni, és ebben mi is egyetértek vele. Az a baj, hogy ez a döntés második napot késett. A Magyar Állami Mozgalom támogatóra biztosra vett a Magyar Állami Mozgalom valahol a jobb oldalon, valahol a VMDP jobb oldalon áll, tehát ő rájuk számítottam mindenféle, hogy támogatni fognak. Van-e remény arra, hogy ezek után megszületik a magyar pártok egysége itt Vajdaságban? Hát ez túl kis dolog ahhoz, hogy ebből ilyen messze menekületeseket lehessen levonni. Ez egy gesztus volt, gondolom, hogy főleg személyen irányában, nem is a VMDP irányában, és meglátjuk, hogy a ma este még hogy végződik. De végül is a leghosszabb, a legkisebb, az első lépéssel kezdődik, tehát nem zárunk, hogy lesz valamilyen közeledés is. Most pedig kapcsoljuk Topolyát, ahonnan telefonon jelentkezik Mérnyés Gyula kollégánk.
Topolya község 31.072 választópolgára közül 14.521-en szavaztak, tehát a választók 47,8%-a járult az urnákhoz. Az elnökválasztás első fordulójában Tadics Topolyán közel kétszer annyi szavazatot kapott, mint Nikolić. Két hete a Demokrata párt elnökét a szavazók 27%-a támogatta, most a szavazópolgárok 67%-a adta le rá a voksát. A tartományi egyéni választás első fordulójában Egeresi Sándor a VMS jelöltje és dr. Grujan Milosev a szerb szocialista párt jelöltje jutott tovább. A második fordulóban Egeresinek sikerült megőrizni előnyét, 7968-an szavaztak rá, Milosev 5878 voksot szerzett, tehát a VMS jelöltje folytathatja tevékenységét a tartományi képviselőházban. Elmondom a kishegyes eredményeket is. Kishegyes község 10 választókerületében a 10.692 szavazásra jogosult személy közül 5.600-an szavaztak, tehát a szavazópolgárok 47,8%-a jelent meg az urnáknál. A tartományi egyéni választás első fordulójában a kishegyesi községben a legtöbb szavazatot ifjú Juhász Bálint, a VMS jelöltje kapta, második helyen a Demokrata párt jelöltje dr. Bíró István került. Most fordult a kocka. Juhász Bálintra 2.303-an szavaztak, Bíróra pedig 2.590-en adták le voksukat, tehát a szavazatok 53%-ával a Demokrata jelölt kezdheti meg második mandátumát a tartományi képviselőházban. A választás mindkét községben egyébként incidensek és nagyobb szabálytalanságok nélkül zajlott le. Topolya központjában jelenleg zeneszó mellett ünnepelnek a szerb haladó párt hívei. Ennyi Topolyáról, köszönöm. Köszönjük, Gyula. A temerini polgárokat is megkérdeztük a délelőtt folyamán, mit várnak az új állami hatalmi szervektől. A választások második fordulója után ön kit szeretne az elnöki székben látni az elkövetkező 4 évben? Én megmondom, arra az elnökre, aki volt, arra szavaztam. Sokan bírálták. Ennek ellenére kitart mellette? Igen, ő támig az egyik a legjobb, aki tudja, hogy mit akar. Meg meghajol azok előtt, aki más nem hajulna meg. Úgyhogy csak azért szavaztam rá. Meg én azt hiszem, hogy egy jó ember. Ön szerint meghozza a várva változásokat, jobb életet? Hát kellene. Arra most megígérték, ha majd meglássuk. Azt mondták, hogy több munkahely fiataloknak, jobb élet, stb. Hát majd meglássuk. Az, amit én szeretnék, az nem valósulhat meg. Én a Csédo Jovánovicsot szerettem volna elnöki székben látni. A két jelölt közül az egyikre semmiképpen nem szavaznék, másikat meg már ismerem. És ilyen helyzetben ön milyennek látja Szerbia jövőjét? Hát én remélem, hogyha botladozva is, mint eddig, mert nem hiszem, hogy az ütem gyorsabb lesz, de azért mégis Európa felé haladunk. Ön kit szeretne látni az elnöki székben? Most kapcsoljuk Micsik Andreát Újvidék főteréről. Andrea, hallasz bennünket? Újvidék főterén eddig minden nyugodt volt, negyed órával ezelőtt még ez a vasárnap is ugyanolyan volt, mint bármelyik másik nap, az emberek békésen sétáltak. Mint egy negyed órával ezelőtt a szerb haladó párt szimpatizánsai Tomislav Nikolić nevét skandálva megjelentek a halpiac felől, végigvonultak a sétáló utcán, és így gyűltek össze a városháza előtt. Tomislav Srbine ezt skandálják végig, és azt mondják az eddigi kormányon lévőkre, hogy lopók. Rendbontás eddig nem történt. A szervezők azt mondják, hogy ez egy spontán összejövetel, ünneplik Tomislav Nikolić győzelmét. A városban egyébként csönd van, egy autósorral találkoztam, amíg a televízió székházától jöttem ide a főtérre. Ez az autósor szintén a szerb haladó párt zászlaját lengette, és Tomislav Nikolić nevét skandálta és dudáltak. Több mint valószínű, hogy ők azok, akik ide jöttek a központba is. Ennyit Újvidék főteréről, a szó újra a stúdiójé. Köszönjük Andreának a jelentést Újvidék főteréről. Kedves nézőink, választási külön műsorunkat látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!